Az elmúlt hét közepén vette át a szakmai munka irányítását Kisvárdán Bódog Tamás, aki gyakorlatilag egy közös edzést követően már élesben a Kaposvár elleni bajnoki meccsen mérhette fel új csapatát. A Kisvárda 5-3-ra megnyerte a számára rendkívül fontos találkozót, így a belépő tökéletesre sikerült. Ezen a héten már végig a Németországból érkező szakember irányításával készül a Várda, és a vezetőedző elmondása szerint elégedett az eddig tapasztaltakkal. A csapat az húz, ahogy kell, jó játékosokból áll a keret az jól lett összerakva, úgyhogy bízok benne, hogy eredményesen tudunk együtt dolgozni. Természetesen, mivel az elődök jól dolgoztak, csak más felfogásba, akik eddig a csapatot próbálták kialakítani, de megpróbáljuk azok az elvek alapján ugyanúgy azt továbbvinni, de megvannak nekem is azért az én filozófiámnak az alappillérei, amit mindenképpen meg szeretnék valósítani. A Kaposvár elleni mérkőzésen a kispadról beszálló Tischler Patrik 3 fejes góllal vette ki részét a győzelemből. A támadó szeretné, ha szombaton is 3 pontnak örülhetne társaival. Az utóbbi időben kevesebb szerep jutott rám, de próbáltam motivált maradni, és próbáltam úgy teljesíteni edzéseken is, hogyha beállok, akkor segítsem a csapatot. Hál' Istennek ez most sikerült gólokkal is, és az a legfontosabb, hogy nyert a csapat, mert nekünk nagyon fontos volt itthon tartani a 3 pontot. Úgy gondolom, hogy most ez egy kicsit önbizalmat tud adni, nekem is, illetve a csapatnak is. Megyünk előre, úgyhogy nincs mese, a Puskással elnyerni akarunk hétvégén. Az NB1-es tabella élén a Ferencváros áll 43 ponttal, megelőzve a 2 meccsel többet játszó 40 pontos Molfehérvár FC-t. A Puskás Akadémia 31 ponttal a negyedik, a Kisvárda 24 ponttal a 9. helyen várja a szombati mérkőzést. Mindenki ellen úgy kell fölmenni a pályára, hogy meg akarjuk nyerni a meccset, és ezért úgy is fogunk fölmenni, mert meg is lehet nyerni minden meccset. Az, hogy ez mire lesz elég, azt még nekem is nehéz megítélni, mert nem ismerek minden csapatot, de én bízok benne, hogy azért előrébb tudunk majd lépni. A 21. forduló további párosítása a következő: Debrecen Mezőkövesd, Zalaegerszeg Újpest, Kaposvár Budapest Honvéd, Diósgyőr Paks és Ferencváros Molfehérvár FC.